pozíciót, szerintem az egyik legnehezebb műfaj. Mert most elmenni Zalaegerszegre, hogy kicsit hazaállulózni, az semmi probléma nincs vele szerintem. De amikor mondjuk Sziget-Szent Miklóson, vagy akár itt Dunavarsányban, ahova rendszeresen jövök újból és újból, azért egy kicsit más a történet. Míg egy zalaegerszegi rendőr előtt bármit megtehetek, hiszen valószínűleg többet nem találkozom vele, ha csak nem előállít. De azért itt ezeknek a rendőröknek, akik itt teljesítenek szolgálatot, szemükbe kell nézni. Holnap is találkozom velük az utakon, és azoknak az embereknek is a szemükbe kell nézni. És azok, akik annak idején itt lakak Dunavarsányban is tanítottak, és az osztálytársaim voltak, és rengeteg rokonom lakik itt, azokkal mindig újból és újból tudok találkozni. Tehát ilyen helyen demót szervezni, az csak az igazságért lehet. Na, mivel ugyanilyen demót szervezünk messze is, meg közel is, hát akkor valószínű, hogy jó szívvel csak az igazságért tesszük ezt, és így működik a dolog. Hogy kell-e félni magától a hatalomtól? Én azt üzem mindenkinek, nem. Hát miért kéne már félni? Féljenek ők tőlünk, hiszen a hatalom az néhány emberből áll. A nagy tömeghez, az emberekhez képest valóban nagyon pici tömeg, egy kicsi bolhaszarnyi kis kupac. Ha csak megnézzük itt Dunavarsányban, itt van egy ház, és egyébként meg 10 000 ember lakik Dunavarsányban. És a hatalom az őtőlük elvett javakon akar gazdagodni, és ugye most látszik, hogy Magyarországon különösen igaz ez, hogy ők saját javukra hoznak törvényeket, saját javukra hoznak intézkedéseket, és nem a nép javára. Amikor készültem erre a rendezvényre, átolvastam megint ezt a forintosítási törvényt, és néhány dolgot idéztem kedves feleségemnek belőle, és ő azt mondja nekem, hogy na de hát ilyet át lehet vinni. Van benne néhány mocsokságot, tehát csak az olvassa el, akinek jók az idegei. Hát mondom, igen, persze, át lehet vinni. De miért lehet átvinni? Mert az a 116, aki megszavazta, még nem lóg be lámpavason. És még egyetlen egy sem lóg lámpavason. Mert szerintem, ha egyel megcsinálják, akkor többet ilyen mocskos törvények nem lesznek. És még egy dolgot lehet ezért tenni, és itt most abszolút az otthon ülőknek üzenem, hogyha mind a 116-nál már megjelent volna 10-20-30 ember, akkor ezt a törvényben visszavonták volna, ha a lakásukra megyünk. Nem okosunk félre, mert az nem érdekli őket. Az a munkahelyük, az leperegőjük, az egy állarc. Ő ott nem az ember, ő ott a képviselő, aki bezsebeli a hatalmas lóvét, és úgy szavaz, ahogy a főnöke, a főkolompos mondja. Nem? Amikor a házához néz, na az fáj nekik, ez jól látszik. Erre szoktam mondani, hogy ha egy nem ilyen, de egy sokkal-sokkal egyszerűbb törvény Franciaországban megszavaztak volna, vagy csak előterjesztettek volna, fél óra múlva 10 000 ember kint van Párizs utcáin. És ha egy óra múlva nincs visszavonva, akkor 100 000 ember van kint Párizs utcáin, és egy fél óra múlva a fél főváros lángokban áll. Csak itt Magyarországon van néhány millió ember, aki elfogadja. Nem megy el a házához, nem okoz neki legalább akkora kellemetlenséget, nem teszi ki azt, hogy mekkora hazáruló. Hát, mit tehetnék én, teszik szét a kezüket. Sokat tehetnél, kért számon. Hát amikor főnök vagy egy munkahelyen, és a munkásod aláesztergál a méretnek, hát nem kéred számon? Amikor rád bíznak egy gyereket, akár azért, mert szüleid, vagy akár mert neveled, és valamit nem jól csinál, nem kéred számon? Hát dehogy nem. Hát akkor ezeket a mocskokat miért ne kérnénk már számon? Miért nem mondanám meg nekik, hogy hogy lenne jó? Hát erre itt van ez a 30-40-50 ember, hogy rendszeresen itt van, hát erre vagyunk büszkék, mert vannak, akik írni számon kérik. És tőlünk megrettennek, hát akkor mi lenne, ha még többen és még erősebben lépnénk fel? Úgy tűnik, Bona Zoltán nem akar velünk ma beszélni. Nincs itthon, vagy szintén nagyon nagy a sötétség, mint volt ez Kövér Lászlónál és Trócsányinál is. Valószínűleg nem túl nagy település, ha pletykák szerint nincsenek itthon. És én kezdjétek ide magamnak egy villanyt, egy pillanat. Köszönöm. Hát így azért sokkal jobban látok. Hát hiába ide korábban sötétedik. Nem csak oda bent, hanem idekint is egyre korábban sötétedik. Van a Zoltán, aki igennel szavazott a gyilkos 256-os törvényre, nem mondhatja azt,
hogy nem tudtam, hogy valami nagy mocsokságot szavazok meg. Azért sem mondhatja, mert hogy jó sokan, legalább 10-en most elküldték a levelet, amit írtak neki és az összes képviselőnek előtte, tehát a szavazás előtt, hogy képviselő ezt a törvényt ne szavazza meg, levél ment ki nekik, és ebből egy pár dolgot idéznék, hogy miket is írtak nekik az emberek. Nem, az a másik levél. Tehát itt is vannak a helyszínen legalább 4-5, akik küldtek levelet a képviselőknek, és országszerte nagyon sokan megtették ezt, hogy elküldték. Azt mondja, hogy a legfontosabb kérdésünk önhöz az, hogy a gyalázatos forintosításról szóló törvényt beszavazza meg. Aztán benne van az, hogy perek 10,000-eit állították le a devizahiteles törvények miatt, olyan pereket, amikben már nyerésre álltak az ügyfelek. Olyan pereket, amikben jogszabályba ütközéseket állapították meg sorba a bíróságok. És az, azzal járt volna, hogy semmi se szerződés, tehát felvételkori árfolyamon forintosítunk. Mert minden, ami a szerződésben van, az semmis. Erre 256. Legtöbb ember 150-en vette fel. Svájci frankonként adtak a bankoknak, Bolna Zoltán is, azon az igengond megnyomásával 100 forintot. A legtöbb ember ilyen 40-50 000 svájci frankot vett fel. Ahhoz képest, hogy az emberek perben mit nyertek volna, svájci frankonként 100 forintot odaadtak nekik. Tessék, bankok! Nem csoda, hogy a bankárok nincsenek itt, bár eljöttek, majd ahol fogunk beszélni, itt vannak a haverjaik, tehát itt van, ha látom, Mesterházi, Gyurcsány, Tatai, vannak itt egy páran, talán Orbán Viktor is, Csányi is, csak lehet, hogy a kocsiba elbújt, mert még nem meri kitolni a képét ide. Tehát, hogyha hagyták volna az embereket perelni, akkor adó forintokban egyetlen egyet sem kellett volna erre fordítani. Hát a bankok nyelték volna le, a csaló bankot, mindazt, amit most majd az adó forintokból kell kitennünk. Ebben a levélben sokan hivatkoztak a Kúria 2/2014-es határozatára, ősényi nyilatkozatára, amiben a Kúria kimondta, hogy bizony az árfolyam kockázat tisztességtelensége, itt annak áthárításának tisztességtelensége vizsgálható. Tehát kapott ilyen levelet Bolna Zoltán is, valószínűleg el is olvasta az összes képviselővel együtt, azért valószínű, hogy megkapta, mert jó páron visszaírtak ezeknek az embereknek, érdekes módon egyik sem az igen szavazók közül, hanem azok, akik eleve tudták, hogy erre nemmel fognak szavazni, tehát ők voltak azok, akik visszaírtak. Tehát ezt a levelet megkapta, hogy elolvasta-e ezt a levelet, vagy a mi levelünket, azt nem tudjuk, de egy valami egészen biztos, hogy magát a törvénytervezetet Bolna Zoltán sem olvasta el. Mert a törvénytervezet általános indoklásában van néhány dolog, amit érdemes kiemelni. Például, ez pedig Trócsányi bankárügyi miniszter volt, aki leírta, a pénzügyi intézmények tisztességtelen hitelezési gyakorlatának megszüntetését célozza ez a törvény. Tehát ez azt jelenti, hogy eddig tisztességtelen volt a hitelezési gyakorlatuk. Mostantól már nem lesz, mert hoztuk ezt a törvényt, tehát gyakorlatilag a banknak nem jár semmi, sőt a bank kártérítést köteles fizetni, mert eddig tisztességtelen volt. És azt is írja ez az általános indoklás, hogy a fogyasztó számára kockázatos devizahitelek, illetve deviza alapú hitelek kivezetését teszi. Tehát amik eddig kockázatosak voltak, kimondta maga Trócsányi is. Bolna Zoltán mit csinál, mint a birka megnyomja az igen gombot? Biztos azért, mert a főkolompos azt mondta, kiabált, igen, igen, és akkor ő meg igen gondolt, jó? Ahelyett, hogy elolvasta volna, hogy mire teszi ezt. Gondoljátok ezt, a maradjunk az esztergályos példánál. Kap egy munkadarabot, mondjuk a munkavezetőtől, és azt mondják neki, hogy figyelj, ebből esztergály körülbelül 20-ra. Leállszál el 20-ra, de ami mellé volt téve papír, azt nem olvasta el, és ott az lett volna, hogy 21. De ő már 20-ig leesztergálta. Na valami ilyesmi történt itt ebben az esetben is, hogy nem olvasta el. Aztán kapott egy másik levelet is, ezt pedig tőlem kapta, mielőtt idejöttünk volna, valamikor hétfő környékén, és mindjárt abból is olvasok néhány részletet, nem akarok sokat, csak... Ugye egész egyszerűen
egyszerűen meghívtuk erre a mai rendezvényre itt a háza előtt. Nem válaszolt rá, úgyhogy nagy illúzióm nem volt, hogy itt lesz. Ugye azt mondtuk akkor még, hogy nem tudhatjuk biztosan, hogy a T-2055-ös törvénytervezet megszavazásakor az igen gomb megnyomását miért tette. Ismerte a törvény szövegét? Ha elolvasta, értette, hogy mit olvasott el? Ebben sem vagyok biztos, hogy ezek értik egyáltalán. Tudja, hogy adósok ezreinek a perei álltak le, és szűnhetnek meg, pedig nyerősre álltak? Tudta-e, hogy a törvény tervezetét előzetesen nem bocsátották társadalmi egyeztetésre? Éppen most hallottam egy történetet, valamelyik európai jogállam, de ugye Magyarország nem ez, felvannak háborodva az emberek és a jogászok, mert a törvényalkotásnál az eddigi 3 évről 2 évre gyorsították meg a végszavazást. Tehát 3 évig kellett eddig abban az országban rágódni azon a törvényen, onnantól kezdve, hogy valaki beterjesztette, hogy most megszavazzuk, ne. Megkérdezik az embereket, a jogászokat, a szakértőket, meg minden egyebet. 3 év kellett rá, és most mindenki fel van háborodva, hogy 2 évre ezt levitték. Magyarországon 2 óra, talán, hát körülbelül ennyi. Hát persze, hogy nem bocsátották társadalmi egyeztetésre. Azt tudta-e, kérdeztük Bóna Zoltántól is, hogy a pénzintézetekkel viszont megtárgyalták. Csányi diktálta le, valószínűleg Frócsányinak ezt a törvényt, és egyeztettek állandóan a bankokkal. Jó lesz ez nektek így? Ha ugye ennyit visszaadtok, akkor ez így nektek rendben lesz? Nem lesz belőle nagy bajunk? Valószínűleg megkérdezték azt, hogy a következő választáson számíthatunk-e a fekete kasszába lóvéval. Lóvéra, hogyha ha csak ennyi. Jó, egy kicsit azért, tudod, hogy befogjuk az emberek száját meg, hogy ránk szavazzanak. Tehát valami ilyesmi zajlott ott ezeken a tárgyalásokon. Aztán megkérdeztük Bóna Zoltánnak, hogyha eddig mondjuk nem tudom miket válaszolt volna rá, ha megértette, hogy mit tesz, akkor hogyan tud tükörbe nézni? Hogyan tud tükörbe nézni? Vajon mit lát egy olyan patkányt lát, amikor a tükörbe néz, ami itt van ezen a söpfűn? Vagy még valami emberi alakot is tud nézni? Szerintem most már csak patkány, hiszen aki ilyet tesz az emberekkel, az más nem láthat a tükörben, illetve hogy lehet-e, hogy fogalma nem volt az egészről, el se olvasta, nem is tudta, hogy miért megy oda be, csak ugye arra kell menni, hogy megkapja a lóvéját, és ehhez képest nyomott egy gombot, mert hogy ezt mondták neki, hogy igen, tehát még ez is lehet. Ez némileg mentség, de akkor meg hazaáruló, tehát simán akkor azért is lógni kell. És volt még egy kérdés, vagy egy felvetés, ugye, hogy jöjjön ide ki, és mondja el, hogy az egyházi iskolában vajon mások nyomorba döntését, öngyilkosságba hajszolását, jogtiprását tanítják-e? Ugye, aki olvasta az önéletrajzát, tudja, hogy ő egyházi iskolában, ha jól emlékszem, teológusként végzett. Én nagyon kicsi esélyt látok rá, hogy ez lett volna a válasz. Válaszokat nem kapunk, a válaszokat magunknak kell megfogalmazni, és azoknak, akik ezeket a videókat megnézik. Gyanítom, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez az ember elárulta a népét, elárulta Magyarországot, elárulta a Dunavarsányi és a környékbeli szavazóikat is. Persze, nem ő az egyetlen. Azért itt jó néhányan kell, hogy emlékezzünk, de tudom, már csak nagyon kevesen háborodtunk fel, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt Orbán Viktor eljött a körzetbe, Sziget-Szent Miklósra, és megfenyegette az embereket, ha nem Bóna Zoltánra szavaztok, akkor itt nem lesz semmiféle juttatás a körzetnek. Tehát tessék Bóna Zoltánra szavazni. A sok embernek jól összetolta magát, és Bóna Zoltánra szavazott, nem is értem, hogy miért. Nem kell összetolni, vagy mindenkinek üzenem, nem kell összetolni magatokat. Hanem kőkeményen fel kell lépni, és azt kell mondani, hogy a miénk azt elvesszük, és kész. Mert ezt ők munkának tekintik. Orbán Viktor felesége azon az interjún, amikor a éhségsztrájk lévái kormányozva ilyen jelleggel van fönt a YouTube-on, azt mondta, hogy ez is csak egy munka, amit Orbán Viktor csinál. Hát kikérem magamnak. Nem. A munka az az, amikor valaki elmegy és mondjuk szartlapától. Ez mondjuk munka. Ennek hivatásnak kellene lennie. Egy hivatásba meg nem lényeg az, hogy most akkor mit gondol a főnököm, csinálom úgy, ahogy a szívem diktálja. Ez az ember nem hivatásként teszi, hanem legfeljebb munkaként. És még büszke is magára, Bóna Zoltán,
Ugyanis a Dunavarsányi Napló 2014-5-ös májusi számában köszönetet mondott a választási győzelméért a dunavarsányi lakosoknak, és azt mondta, hogy büszke arra, hogy képviselheti Dunavarsány lakosok érdekét. Hát nem tudom, hogy kinek az érdeke az, hogy elvegyék a házát a 256 forintosítással. Örömöt és hálát érez ez a patkány, hogy megszavazták. Hát persze, mert paraminőtt fizetése lesz. Be is ment két bizottságba, nem tudom, ki figyelte, ahol fölvesz egy rakás lóvét. Április óta, ugye május, nem tudom, elsőjén, vagy mikor volt a beiktatásuk, vagy a ötödikén, és azóta semmit nem csinált a parlamentben. Nem volt felszólalása, nem volt beadványa, gyakorlatilag bejárt a fizetéséért. Én egyetlen egy riportot láttam vele kapcsolatban, ahol hebegett, habogott és dadogott össze-vissza, amikor a himnusz zászlóval kapcsolatban ilyen, hogy most akkor a zászlónak az értéke miatt most új törvényt alkotunk, más dolgunk nincs is ezen. Azt mondta, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy elnyert bizalomhoz méltó maradjak, és munkámmal mindazok bizalmát is kivívjam, akik mindezidáig még nem hitték el, hogy a Fidesz-KMP listájának és egyéni jelöltjének sikere az egész választókerület hosszú távú győzelme lehet. Hát ezen csak röhögni tudok, ezt most sem hiszem el, tehát bocsánat, de én nem hiszem el, remélem egyre kevesebben hiszik el. És ugye Dunavarsányon a mostani önkormányzati választási eredmény is azt mutatja, hogy egyre kevesebben hiszik már ezt el, hogy ők tudnának velük bármit is tenni. Tudom, hogy a bizalom törékeny dolog. Bolna Zoltán eltört, a bizalom eltört, mert törékeny dolog. Azzal, hogy ilyen mocskos módon megszavaztad a gyilkos 256-ot, nagyon sok ember bizalma eltört, ne csodálkozzál, ha minden héten lesz itt egy-egy ilyen demonstráció, hát a kedvet kapnak a dunavarsányiak, és ide jönnek, szabad ilyet csinálni, láthatják, hogy szabad, tehát nem kell senkinek ettől megijedni. Azt mondja, hogy folyamatosan kapcsolatban szeretnék lenni önökkel. Elutazott. Itt van kapcsolat. Milyen kapcsolat? Legalább valami kutyát kiküldött volna ide, vagy valamit, vagy egy ládikot, hogy dobják már be a kérdéseit. Bolna Zoltán, küldtem levelet, Zoli! Nem írtál vissza, mert be vagy szarva! Nem tudom olvasni.